Magyar kormány véleménye szerint az Európai Bizottság mai állásfoglalása az egy újabb beismerő vallomással ér fel, hiszen megerősítik a betelepítésre vonatkozó terveket, amely az Európai Parlamenti döntése szerint kötelező lenne. Azt is elismerik, hogy az Európai Parlament megszavazta a migránsvízumokat, miközben arról is nyilatkoznak, hogy pénzzel feltöltött bankkártyákat adnak bevándorlóknak. Az állásfoglalásban az is világosan szerepel, hogy az Európai Bizottság továbbra is biztosítani akarja a legális migrációs lehetőségeket, többek között gazdasági indokokra hivatkozva. A mi véleményünk szerint olyan tervek ezek, amelyek egy irányba mutatnak, ösztönöznék a további bevándorlást Európába. Mi ezt veszélyesnek és felelőtlennek tartjuk, éppen ezért ellenezzük. Ugyanakkor továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy minden magyar állampolgár ezekről a veszélyes tervekről részletes tájékoztatást tudjon kapni.